Biztos eltűnöttetek már azon, főleg a régebbi játékosok, hogy léteztek egyes Minecraft snapshotok, ahol különböző új mobbal találkoztatok, sőt, bele is kerülhetett a játékba, de a későbbiekben kivették őket. Ennek következtében elhoztam nektek 10 olyan teremtményt, amelyek kitörlésre kerültek és nem szerepeltek többet a játékban. Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen különlegességek hangzanak el ebben a részben, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, illetve ha szeretnél ilyen vagy ehhez hasonló tartalmat a csatornán és többet találkozni velem, kattints a feliratkozás gombra is, ezzel támogatva munkásságom. Na kezdjük! Zsombejfanok. Az első a listánkon a Red Dragon. Notch posztolt is a Twitteren, miszerint szeretne foglalkozni Ender Dragonokkal, így létrehozza a Red Dragont, ami nem fog pusztítani, tehát gyakori barátságos mob lesz a Minecraft világban. Sőt, hallal meg is lehetett szelídíteni, és a hátára szállva bejárhattuk az egész világunkat. De sajnálatos módon az eredeti játékba sosem került be. 2013. október 22-én Dinnerbone tweetjében olvasható volt, hogy nincsen semmi ötletük és más elképzelésük, és nem is tervezik beépíteni a játékba ezt a gyönyörű vörös sárkányt. A második véleményem szerint a legcukibb, ugyanis ez a mob a panda. 2013. december 18-án Dinnerbone elkezdett egy kérdezfelelek fórumot, így aki kérdezett tőle, őszintén megválaszolt mindent. Ebben az esetben azt kérdezték tőle, hogy ha lenne lehetősége, ideje és alkalma, mi lenne az az egy dolog, amit belerakna a játékba. Ő meg csak ennyit felelt. Pandák. Valamint később kiderül, hogy ő már próbálkozott is vele, de még mindig nem volt perfekt kész a kinézetével és az animációival. Amit én most jelenleg mutatok nektek, az a Mo Creatures modos panda, de lett volna egy egyedi is, ami ha ténylegesen elkészül, ment volna a játékba. Harmadik kis haverunkat sokan ismerhetitek, ugyanis a Legendary MC szerverén, azon belül a Lucky Flag balszerencsés Lucky blokkjában ez is megtalálható. Nem más, mint a Killer Bunny. Igen, ez egy létező mob volt a játékban, tényleg nem kamu. 2014. július 1-én jelent meg az első poszt egy Minecraft fejlesztőtől, Ryan Holstól, aki megmutatta a gyilkos nyuszi előnézetét egy kép formájában. Egyszerűen hihetetlen, hogy ennyi fantázia fér bele az emberekbe, hogy ilyet is kitaláltak. Képzeljétek el, hogy nehéz játékfokozaton 6 szívecskét, azaz 12 életpontot sebez belénk ez a cuki tünemény páncélzat nélkül. Bele is került a játékba, de ott is eleinte egy az ezredikhez esélye volt, hogy találkozzunk vele, amíg megközelítőleg ugye 1000%. Aki megtalálta, biztos mehetett volna lottózni aznap. Az a legfőképpen, aki a következő snapshotban találkozott vele, mivel még ezt az arányt is lecsökkentették. 1:2500-hoz. Ez már 0,4 esély, hát azért az már. Majd 1.8-tól már nem is spannolt a világunkba, Jeff szerint olyan indokkal, hogy ez a mob túl veszélyes a vanilla Minecraftban. Ok. De természetesen vannak modok, amiben meglehető, illetve egyszerű command parancs segítségével megidézhetjük, amennyit csak akarunk igazából. A negyedik a pigmen. Itt még videós kollégám is kiemelte azt, hogy ne tévesszétek össze a zombi pigmenekkel, ezek teljesen más felépítésűek, illetve fontosságuk szempontjából is eltérőek. Ebben az esetben az a legdurvább, hogy ameddig nem voltak NPC villagerek, ők lettek volna a Minecraft elsődleges NPC lakói. Ezt bizonyítja a Notch egyik válasza egy Minecraft faluval kapcsolatos kérdésre. Gondoljatok bele, hogy nézett volna ki, ha találsz random egy NPC falu, és azt látod, hogy a házak előtt óriási disznók állnak. Jön az ötödik alanyunk, ami szinte kiakasztott, egyszerűen hihetetlen, hogy ilyen is terben volt a játék kezdetekkor. De miért mondom én ezt? Mert ezek a furcsán kinéző karakterek a Minecraft interfész tervezése közben jelentek meg. Négy ilyen elég furcsa ember kinézetről van szó. Beast Boy, Black Steve, Steve és Rana. Nincsen semmi animációjuk, ráadásul egyáltalán nem illenek a játékba és magába a környezetbe se semmilyen szempontból. Néha ugrálgatnak, és amikor megöljük őket, még akkor sincs semmi animáció, csak felugrik és meghal. Ez a négy teremtmény Doc, az egyik Minecraft művész, rajzoló által készült. Ezt viszont a fejlesztőkön kívül senki se láthatta, ugyanis Doc a játék megjelenése előtt elhagyta a céget. Szerintem szerencsé, hogy nem került be, egyszerűen borzalmasan nézett volna ki. A hatodik mob hivatalosan sosem volt a játékban, nagy valószínűséggel nem is lesz, de nagyon sokáig úgy voltak, hogy érdemes lenni beletenni a bétán kívül, ezért is adtam a listához. Nem más, mint a Giant. Igen, ez nem csak egy command blokkos vagy modos mob, ez tényleg elkészült és majdnem a játékba került. Zombi kinézetével és hát körülbelül 20 méteres magasságával elég félelmetes, főleg ha kopogtatna a házatok ajtaján, amivel valószínűleg szét is rombolná az egészet, na mindegy. Ez a mob a Survival test serverbe jutott be, ráadásul olyan mobként, ami nem árt neked, ha te se ártasz neki. Az az angolul neutral mob. De ha esetleg fel akarod bőszíteni vagy menőzni, hogy megöltél egy giantot, akkor szembe kell nézned a 25 HP ütésével, ami azt jelenti, hogy ha armor nélkül vagy, akkor egy ütéssel kinyír, szóval inkább íjjázz, mint hogy közel harcba elevedj vele. Természetesen a játékból való kivétele után már csak parancsal lehet megidézni, de keresetek utána, kíváncsi vagyok, hogyha leszpannoljátok, mi a reakciótok rá, sőt, a legkirályabb harcol is vele armor nélkül. Hetedik úgymond mob, nem más, mint maga az ember. A játék beta verziójáig Steve-ek is voltak a generált világban. Sőt, építettek és állatokat is öltek. Igazából szörnyen ijesztőek. Amikor tudnak és meglátnak, követnek, szó szerint csapatostul támadnak, ugyanis ha nagyon a közelükben vagy, megrohamoznak és másfél HP-kat ütnek rád. Eléggé szokatlan ötlet volt ez a fejlesztő csapat részéről, hogy ilyen érdekesség is lenne a Minecraftban, ezek szerint nem nyerte el
el sok ember tetszését, mivel a kiadott játékban már nem szerepeltek. A 8. mob nagyon tetszene, és szerintem ti is így lennétek vele, ha esetleg mod nélküli Minecraftban próbálhattátok volna ki. Ez nem más, mint a hal. Itt is, amikor bétában volt a játék, azt mondták a fejlesztők úgy Halloween tájékán, hogy szívesen beletennék a halakat, nem csak tárgyként, tudjátok, amit csak megenni lehet vagy állatot szeríteni, hanem mozgó, gyorsan úszó élőlényként. Azt nem tudom, hogy megölni meg lehet-e őket, ezt úgy értem, hogy csak díszként vannak-e ott, vagy abból lehet szerezni a táplálékot is, de azt tudom, hogy a horgászást azt nem változtatná meg. Mondjuk az is nagyon jól néz neki, hogy a tóban az egyik ilyen nagy hal rámegy a horogra, és amikor kihúzzuk, akkor tárgy formájában kapjuk meg. Kakuk tojásként belekerült két mob a felsorolásunkba, amit egyenesen megszavazni lehetett, hogy bekerüljön-e a játékba vagy sem. És ezt a kérdést és szavazást a Minecon Earth élő adásában tette meg két úriember, és 4 kitalált fajra lehetett voksot leadni, ebből 2 jutott tovább, és ezeket mutatom be nektek. 9. mob a listán teljesen magyarra fordítva az óceán halálának a szörnye. Hát inkább úgy mondanám, hogy az óceán halálos szörnye. Lefordítottam nektek a szöveget, szerintem így sokkal egyszerűbb, mint hogy én magyarázzam el. The monster will attack you with its tongue-like tentacle to pull you down and drown you. It spawns in deep waters and uses its large mouth to propel itself forward. És az utolsó mob ebben a videóban, a 10. a nagy éhség. Jézus, mi szép és egyszerű a magyar nyelv. This cute looking mob has a huge mouth and a great appetite for enchanting powers. It will open its huge jaw and sink into the ground where it camouflage itself. Any mobs or items that fall into its mouth will be consumed. Remélem tetszett és érdekes volt számotokra ez a videó. Ha így van, nyomjatok a videóra egy lájkot, és ha többel is segítenéd a munkásságom, akkor nyugodtan csekkold le az ezután következő outrót is. Én viszont most búcsúzom, köszönöm a figyelmet, sziasztok! Ha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot és egy feliratkozást, ezzel is mutatva az, hogy tetszik nektek a sorozat és bíztattok, hogy folytassam munkálataimat ezzel kapcsolatban. És ha már itt vagy, ne felejtsd el bekapcsolni a csengőt és bepipálni azon belül a rubrikákat, hogy nagy eséllyel kapj értesítést az új videóimról, esetleg élő adásaimról. Sziasztok!